Örömmel köszöntöm a kedves nézőközönségünket és a hallgatóságunkat is a Reménység Televízió magyar adásába, a Láthatár műsorában. Örülök, hogy a következőkben egy szűk óra keretében időt tölthetünk együtt, hiszen ma egy családi és nagyon fontos családi témában merülhetünk el két vendégemmel, aki itt ide érkezett, és akikkel együtt az őszinte hit megéléséről beszélünk a házassági kapcsolatban. Fogadják szeretettel vendégeimet, Farkas Győző lelkipásztor és kedves felesége Farkas Csilla, aki könyvváros a Sola Scripturában. Ők együtt fognak beszélni ebben a témában. Örülök, hogy igent mondhatok a mai beszélgetésre, és örülök, hogy ilyen fontos témában merülhetünk el együtt. Köszönjük szépen a meghívást, mi is köszöntünk téged, és köszöntjük szeretettel a kedves nézőket is. Több stúdióbeszélgetés révén tudatosulhattam én is, meg a nézők, a hallgatók is arról, hogy milyen fontos a meghittség a házasságban, a házastársi kapcsolatban, és úgy gondolom, hogy a meghittség szoros összeköttetésben áll a hit megélésével. Ugyebár a meghittség az nem más, mint bizalommal lenni, bensőséges kapcsolatban lenni a másik személlyel, és ez szerintem akkor is szükségeltetik, amikor a házastársak a hitüket meg akarják élni egymással. Egyes embereknek nem könnyű imádkozni hangosan, vagy imádkozni valaki előtt, egy társaságban. Másoknak lehet, hogy más dolgok okoznak nehézséget, és ugyanígy lehet ez releváns a házasságban is. Ugyanakkor a hit megélése nem egy automatikus folyamat. Ez nem egy magától érthetődő folyamat, mechanizmus. Ez egy tudatosulást igényel mindkét fél részéről, és odaadást annak érdekében, hogy létezzen a házasságban. És ezért is gondolom, hogy a meghittség, a tudatosulás, ez nagyon fontos ilyen téren. Nem mindig tudja a házas társ két fele, vagy a házasság két fele, hogy hogyan kezdje el ezt a folyamatot, vagy történhetnek olyan pillanatok az életben, a házasságban, vagy a mindennapokban, amelyik kellemetlenebbek, és a pár elveszti ezt az egyensúlyát konfliktusok miatt, vagy más gondok miatt, és aztán lehet, hogy pont az nehéz, hogy újból elkezdje a hitéletet együtt. És ezekre a dolgokra fogunk mi tanácsokat adni ma, a mai beszélgetésben, és örülök, hogy ebben a beszélgetésben ti lehettek a meghívottaim, és hogy itt vagytok, hiszen szerintem sok tapasztalatot tudtok mondani így az életetekből, illetve bátorítani mindannyiunkat, hogy hogyan éljük meg a hitéletet a házasságban is. Viszont meg szeretnénk a beszélgetés elején ismerni titeket jobban, és az első kérdésem rögtön is így az életetek közepébe vág, azt szeretném megkérdezni, hogy hány éve vagytok ti házasok? Az Úr kegyelméből az idén már 21 éve házasok vagyunk. És milyen a családi élet? Nehéz, könnyű, gyerekekkel? Hát szerintem jó. Jó. Igen. Mikor halljuk ezt saját szánkból, hogy 20 éve, 21 éve házasok vagyunk, akkor tehát az idő nagyon soknak tűnik, viszont olyan, mintha csak a tegnap lett volna, hogy összeházasodtunk, hogy megismerkedtünk, hogy mennyasszonyi ruhában az oltárhoz vezethettem a feleségemet. Tehát biztos más is így van vele, de néha csak csodálkozok ezen, hogy idén már 21 éve. És bizalommal nézünk a jövőre, és reménykedünk, hogy a további évek is boldogan és együtt egészségben tölthetjük el. Ezt kívánom én is. Mivel tegnapot említetted, mintha tegnap lett volna, hogy összeházasodtatok, hogy megismerkedtetek, lépjünk bele a tegnapi napba, és lássuk, nézzük meg, vizsgáljuk meg azt, és megkérlek, hogy ti vizsgáljátok meg azt, hogy milyen volt nektek az az időszak, amikor ismerkedtetek, amikor kerestetek valakit, kerestétek egymást, így is mondhatnám.
Mekkora jelentőséggel bírt számotokra az, hogy a jövendőbeli férj vagy feleség, akit kerestetek, az hívő legyen? Számomra nagyon fontos volt, hogy hívőfi legyen. Keresztény családban nőttem fel, és a Bibliát olvasva a Jóisten megmutatta azt, hogy sokkal jobb és szebb életet tudunk élni, hogyha hasonló a hitben is a társunk, hogyha közösek az értékrendjeink, akkor egy kiegyensúlyozottabb, boldogabb családi életet tudunk élni. Úgyhogy ez fontos volt számomra, és kértem is a Jóistent, hogy rendeljen nekem egy ilyen társat, és megadta ő a kegyelméből. Az az igazság, hogy én körülbelül olyan 12-13 éves koromtól már vágytam arra, hogy lelkészi szolgálatot végezzek. És fel sem merült bennem ilyen, hogy esetleg nem egy keresztényel, vagy egy adventistával, vagy egy olyannal, akinek a vallás, vagy a hit, a Biblia tanítása semmit nem számít. Ezért, tehát már pici gyerekkorom óta így neveltek a szüleim, én is keresztény családban vagyok, tehát apukám, anyukám felül mindenki a családban adventista volt, és hát ez számunkra nyújtott egy alapot ahhoz, hogy nekem nem ismerült fel soha ez, hogy másképp gondolkozzak erről. Ez nyújtott egy alapot ahhoz, hogy tényleg csak olyan lányokat néztem, vagy próbálkoztam, akik legalábbis kívülről jó kereszténynek mutatkoztak. Uh-huh. Már rögtön hozzá is társítottad a keresztény szóhoz, hogy jó, bocsánat, tehát, hogy jó keresztény hívő személy legyen. Csilla, neked milyen volt ez? Mindegy volt, hogy milyen hívő személy legyen az a jövendőbeli férj, vagy voltak más kritériumaid is hozzátársítva ehhez? Hát nekem is nagyon fontos volt az, hogy jó keresztény legyen, tehát, hogy ne csak a neve legyen, hanem már a cselekedeteiben is, vagy az életmódjában már meglátszódjon az, hogy neki is mennyire fontos a keresztény életmód, az, hogy a Jóistennek együtt szolgálni, hogy a család életünkben fejlődni tudjunk továbbra is, úgy, ahogy a gyermekkorban elkezdtük otthon a családban a fejlődést, hogy ezt tovább tudjuk folytatni. Úgyhogy fontos volt, hogy szeressen imaházba járni, jó példát tudjunk mutatni másoknak, és ez egy jó alap adott arra is, hogy boldogabb családot tudjunk élni. Igen, tehát ez egy alapkritérium. Tudom, hogy sokan úgy vannak vele, hogy azt mondják, hogy nem számít milyen hívő, csak legyen hívő már. Vagy legyen megkeresztelkedve, legyen adventista. Ugye ez talán egy elhamarkodott döntés, vagy egy kétségbeesett döntés, viszont igen, tény az, hogy aki adventista családban nőtt fel, aki ezt a nevelést kapta, még hogyha gyengébb is a hitben, vagy nem annyira megalapozott, nem annyira szigorúan vesz minden részletét a hitéletnek, de az alapok megvannak nála is. Viszont nálam azért a kritérium az volt, hogy ne csak ilyen elméletbeli keresztény legyen, hanem legyen egy gyakorló keresztény, gyakorló hívő. És az úr gondoskodott róla, mert mi imaházba ismerkedtünk meg, ott láttuk először egymást, tehát ez egy nagyon jó támasz volt arra, hogy igen, ott kerestünk magunkhoz illő társat. Azon kívül a szűkebb körbe pedig ugye volt egy kórusa a gyülekezetnek, ahol nem csak láttuk egymást távolról, hanem a gyülekezet egy kis részének, egy kis közösségének a tagjai voltunk, mint a kórusnak, ahol szűkebb körülmények között tudtunk egymással ismerkedni, beszélgetni, és így tovább. Uh-huh.
Hogyha ezeket a kritériumokat megfigyeljük, általánosságban nézve, a házasságra nézve, miért tartjátok fontosnak, hogy teljesüljenek, ha nem a saját házasságotokra tekintetek? Hát itt a földi családjainkba készülünk fel a menny számára, és ezért nagyon fontos, hogy itt meg tudjuk élni a hitünket, hogy a családban tudjunk fejlődni, növekedni, hogy elérjük a célunkat, és tudjuk megélni azt, amit tanultunk a gyakorlati életben is. Az a probléma, hogy ha valaki nem veszi ezt komolyan, akkor ha az egyik hívőfél, a másik pedig hitetlen, vagy hát lehet, hogy ez túl erős ez a kifejezés, hogy hitetlen, mert ugye keresztény országban, keresztény Európában élünk, tehát többnyire mindenki kereszténynek mondja magát, de ez olyan nagyon tág fogalom, mert eleve a keresztény vagy a vallásos kifejezések nem pótolják azt, amire igazán szükség van egy jó házastársi kapcsolatban, sőt, egy jó kapcsolathoz a Jóistennel. Tehát amikor két fiatal ismerkedik, és ha az egyiknek ez fontos, és a másiknak is fontos, akkor eleve mind a kettő olyan környezetbe próbálja megtalálni a hozzáillő társát, amely ehhez illeszkedik. Tehát aki pedig nem ilyen körökbe mozog, az nem is igen fog egy jó hívőtársat találni. És sokszor ez hátrány azoknak, akik egyedül maradnak, tehát jó keresztények, jó hívők, és egyre kevesebb van ilyen a gyülekezeteinkben, ez a valóság. Sokszor emberi, földi kritériumokat tűznek ki célul a mai fiatalok, és fontos lenne, hogy a bibliai értékrendhez visszatérjenek a fiatalok, és olyan társat válasszanak, aki őket felfele tudja emelni, aki őket egy nemesebb, egy Istenhez közelebbi életre tudja motiválni. Mert végső soron a család az egy ajándék az Istentől, és mondhatjuk azt, hogy a szombat mellett a család vagy a házasság az, ami az Édenből származik. Az, ami a bűn előtti, vagy a bűn eset előtti időszakból Istentől ajándékként kaptuk. Ezért fontos, hogy értékeljük, és fontos, hogy tényleg olyan emberrel kösse össze mindenki az életét, aki legalábbis hasonló életmódot, hasonló elveket képvisel. Most itt felmerül az a kérdés, hogy miért fontos megélni a hitet a házasságban? Hova emeli ez a házasságot, a házastársakat? Mi az ok, amiért jó ezt megtenni? Hát ezáltal épülhetünk, fejlődhetünk a hitünkben, tehát megélhetjük a mindennapi életben, hogy jó keresztények legyünk, hogy a családban ez ad egy biztonságot, hogy egymásnak segítségére tudunk lenni, jó példával tudunk lenni, hogyha a gyerekeink vannak. Akkor őket is tudjuk az szerint nevelni, hogy majd amikor eljön az ideje a felnőnek, akkor ők is az Urat válasszák, és ők is úgy keresenek majd társat. Tehát fontos, hogy ne csak beszédbe, vagy ne csak elméletbe tudjuk ezeket a dolgokat, hanem a mindennapi helyzetekbe ezeket meg tudjuk élni. Igen, ez egy nagyon jó példa, hogy sokszor elmondjuk a gyerekeknek, hogy mi a jó, vagy a szülők elmondják a gyerekeknek, hogy mi a jó, mi a helyes, viszont ha ők saját maguk nem élik meg azt, amit mondanak, úgy, ahogy elmondják, akkor a gyerekek nem veszik tisztának azt, amit mondanak. Tehát érzékelik, hogy ott valami nem helyes, és akkor ők sem veszik fel azt a gyakorlatot
csak egy annyiból, hogy anya vagy apa ezt mondta nekem. Ez nagyon fontos. Egy másik nagyon fontos szemszög a hit megélése szemszögéből, ugye, hogy eleve a bibliai elveknek és a keresztény életnek a gyakorlása a családon belül, tehát segít elsősorban az egyénnek is, a férjnek, a feleségnek egyénenként, hogy egy kiegyensúlyozott, egy Istennel bensőséges kapcsolatban éljen, és amikor jó a kapcsolatunk, mondhatnám, hogy ez a függőleges kapcsolat, tehát az egyéni kapcsolatom a Jóistennel, a feleségemnek is, ugye a függőleges viszonya az egyéni kapcsolata az Istennel. Tehát amikor ez megvan, úgy képzeljük el ezt ugye mindegy háromszöget, és hogyha ő is egyénileg, én is egyénileg közeledek a Jóistenhez, ugye a háromszög egyre szűkül, és mi is, mint házastárs, egyre közelebb kerülünk egymáshoz. Szoktuk idézni az igéből, ugye, hogy a hármas kötél, ugye? Tehát Isten és a házastársak. Ugyanakkor mi, mint lelkész család, nem csak a gyerekeink szemszögéből tartjuk fontosnak, hogy egy hiteles keresztény életet éljünk a gyermekeink előtt, hanem ugyanúgy a gyülekezetben a fiataljainknak, vagy pedig bárhol, bármilyen területen a társadalomnak, akikkel beszélgetünk, akikkel kapcsolatba kerülünk, hogy lássák azt, hogy ha van Istennel kapcsolat, van egy hit élete az embernek a családon belül is, akkor ez erőt adhat másnak is. Vágyat adhat arra, hogy egy nemesebb, egy tisztább életet éljenek a Jóisten előtt. Sajnos sokszor beszélgetek fiatalokkal, illetve az jó, hogy beszélgetek velük, hanem a téma, ami felmerül sajnos időnként az, hogy minek házasodjak meg, vagy minek menjek férhez, mert aztán úgyis tönkre megy, és azért, hogy váljunk el, és hogy minden fele lehet látni összetört, zátonyra futott házasságokat, és azt kell, hogy mondjam nekik, hogy de nem mindig csak a rossz példát lássátok, azokat, akiknek tönkre ment a házasságuk, hanem nézzétek meg azokat a családokat is, ahol egy jó családi élet van, ahol szeretet van, békesség van, türelem van egymás irányában, és talán van olyan fiatal, akinek ez segít, bátorítást nyújt, ezért fontosnak tartjuk, és mindenütt hangsúlyozzuk a gyülekezetbe, a családi körben, a rokonoknál, hogy érdemes fektetni a függőleges kapcsolatba, mert az a vízszintes kapcsolatot is nagy mértékben felemeli és minőségivé teszi. Uh-huh. Az a jó, amikor azok az emberek, akik ezt nem élik meg, meglátják másokban, és automatikusan kezdenek vonzódni, és kérdőjeleket tesznek fel, hogy a másik személynek hogy lehet ilyen szép az élete, és amikor megtudja, hogy az Istennel való kapcsolat vihet oda, hogy szép életük legyen a házastársaknak, akkor úgy valahogy azt az érzést kelti, hogy nem lehetetlen minden, ahogy te is mondtad, hogy nem minden házasság kell kötelezően válásban fuldokoljon, vagy érjen véget, hanem vannak pozitív példák is, és figyeljük meg őket, és nézzük meg, hogy ezek a pozitív példák hogyan nyilvánulnak meg a társadalomban, és mitől másabbak azoktól a negatív példáktól, ami lehet, hogy többségben jobban előfordul, de ott van a jó is. Ti személyesen hogyan élitek meg a hit életet a családotokban? Számunkra fontos az, hogy egyénenként is kapcsolatban, jó kapcsolatban legyünk a Jóistennel, egymással is, és például családi állítatokat jó, hogyha tartunk, meg tudjuk beszélni közösen a nézeteinket, hogy mit, hogyan értünk, vagy a gyerekeknek, ha van kérdése, akkor közösen erre meg tudjuk találni a választ. Fontos az, hogy
közösen járjunk gyülekezetbe. Ez nekem nagyon fontos volt, mikor fiatal voltam, ez is egy fontos célpont volt, hogy azért is legyen hívőtársam, hogy ezt is meg tudjam vele közösen élni, hogy együtt menjünk a gyülekezetbe, és sok mindent együtt csinálunk. Tehát fontos az, hogy a közös imádság, a beszélgetések, a minőségi idő együtt a családdal. Ezek az áhítatok hogyan szoktak történni a családotokban? Hát hétvégenként van idő kicsit hosszabbra, de ugye amikor reggel iskola vagy munkába rohanás, akkor csak egy igevers és a közös imádkozás az mindig nagyon fontos indulás előtt. Igen, ezeken az általános gyakorlatokon kívül ugye ott van az a bensőséges kapcsolat, amit megélünk egymással, mint férj és feleség. Hát időnként látom azt, amikor őt valami frusztrálja, valami nem úgy van, ahogy kellene, valami bántja, valami a munkahelyén, valami a gyerekekkel kapcsolatban, vagy akár a saját, tehát velem kapcsolatban valami olyasmi, amit lehet, hogy nem mond ki, vagy nem hangsúlyozza, de észreveszem. És ez jó dolog, mert ez is ebből adódik, hogy meg tudjuk beszélni, és amikor meg tudjuk egymásnak a problémáját, kihívását, azt, amivel aznap vagy azon a héten szembe kell nézen, akkor nem csak közösen, hogy együtt tudunk imádkozni egy célért, hanem egyénenként is, ott, ahol vagyunk, akár ő ugye a könyvesboltban, akár én ugye otthon vagy hogyha el vagyok menve a gyülekezeti szolgálatba. Tehát nem csak az áhítaton, amit ugye a családba tartunk reggel vagy este, hanem az egész nap át van itatódva egy ilyen gondolattal, hogy vajon a másik hogy van, vajon nem szóltam olyat, amivel megbántottam, és ha olyan szóltam, akkor tisztázzuk ki, beszéljük meg, és ez mind-mind azért lehetséges, legalábbis mi ezt így éljük meg, és így tapasztaljuk, mert van egy közösségünk az Istennel. Nem vagyunk mi az a tökéletes házaspár, vagy mint a házaspár, akiket le kellene utánozni, vagy lemásolni, ugye? Hanem mi is ugyanúgy megéljük a mindennapi küzdelmet, a mindennapi kihívásokat, van surlódás, viszont a lényeg az, hogy sose töltsünk el úgy hosszú időt, hogy a másik haragudjon, vagy tudjam, hogy a másikot megbántottam ezzel vagy azzal, hanem a lelkiismeretünk, ugye a Szentlélek munkálkodik bennünk, és ha egy kicsit erélyesebben szóltam, vagy ő esetleg valamit erélyesebben szólt, vagy mondott, még ha igazat is mondunk egymásnak, akkor is észreveszük, hogy hát ez lehet, hogy erős volt. És akkor tudjuk ezeket korrigálni. És én mind ennek tudom be, hogy ez azért működhet így, mert van egy közösségünk az Istennel is. Ha nem lenne, akkor lehet, hogy nem tudnánk megoldani ezeket a problémáinkat. Tehát ha nem lenne ez a hitélet, ugye a kérdésed erre vonatkozott, akkor egy csomó csorba lenne a házasságunkba, és nem utolsó sorba a gyereknevelésben is, ami egy nagyon nagy kihívás, legyen a szülő bármelyik időszakban, ugye a gyereke bármelyik életkorú legyen, tehát ez egy hatalmas kihívás a mai szülők számára. Azon gondolkodtam, hogy vajon ti hogyan láttátok meg egymásban, hogy azért valljátok a hiteteket egymásnak még a kapcsolat elején, vagy az ismerkedés elején, mert valóban az a ti hitetek, és nem azért, mert szerelmesek vagytok, és bizonyítani akartok a másiknak. Hogyan lehet azt leellenőrizni, hogy valaki valóban a hitét éli meg, mikor kapcsolatban van
egy másik személlyel, és nem pedig azért cselekszik, hogy a másik kedvébe járjon, mert a másiknak esetleg fontos a hitélet. Hogyan lehet ezt leellenőrizni? Hát minél több időt ugye tölt együtt két ember, már az udvarlás időszakában is, azért egy idő után jobban már önmagát kezdi adni, és az meglátszik a szavain, meglátszik a cselekedetein. Azt mondja a Biblia is, hogy az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tehát az egy idő után kiderül, hogyha valaki, mert ugye adódnak helyzetek is, hogyha valaki nem csak mondja, hogy ő keresztény, akkor egy adott pillanatban durva tud lenni, és akkor már mindjárt meglátszik, hogy nem azt éli, amit beszél. És hát mi annak idején, mikor megismerkedtünk, akkor egy idő után, mikor már úgy komolyabbra fordult köztünk a kapcsolat, akkor számomra még az is fontos volt, hogy tehát imádkoztam a Jóistenhez, hogy vajon tényleg ő, és úgy éreztem, hogy kérhetek egy bizonyos jelt is, hogy az Úr megmutassa, hogy talán vele fogok találni, és hogy jó házasságba fogunk lenni, és kértem jelt az Úrtól, és ő mutatott nekem jelet. Ez egy nagyon jó kérdés, ugye, hogy mert hajlamos lehet a fiatal, akár lány, akár fiú, a másik kedvéért egy kicsit többet mutatni abból, ami, és igazából nem szívből teszi, hanem hogy imponáljon a másiknak. És ez nem csak a vallás, vagy a hit, vagy a keresztény élet területére igaz, ez általában így igaz bármilyen területen a fiataloknál, hogy mindig az elején mindenki a legjobb, a legszebb formáját, a jellemét mutatja. És valóban, ahogy mondta Csilla is, tehát én is ebbe egyet értek, hogy miközben elég időt töltesz a másikkal, minél jobban megismered, akkor nem lehet mindig mindent megjátszani. Tehát előjön. Ugye, ahogy én már említettem az elején is, tehát mi eleve gyülekezetbe ismerkedtünk, eleve, tehát nem mindenki énekelt abba a kórusba se. Hát hosszú sztori lenne, hogy mindent elmeséljek, de mi vágytunk a kórusba énekelni, és nem csak azért, mert szépek voltak a lányok a kórusból, hanem azért, mert szerettük a Jóistent, és akartunk szolgálni, és része akartunk lenni az ifjúságnak, a szolgálattevő kis ifjúságnak. És mivel ő is ott volt, én is ott voltam, tehát eleve már hasonló volt az érdeklődési kör. És volt olyan fiatal is, aki csak azért jött énekelni a kórusba, hát ha összejön valamelyik lánya. Nem jött össze neki, nem jött többet énekelni, ugye? Talált másfele lány. De ez egy nagyon veszélyes dolog. Miért veszélyes? Azért, mert sokan eljátszódhatják, vagy mutathatják a szépet, sőt, olyan szintig elmehet ez a színjáték, vagy ez a színdarab, hogy mi van akkor, ha eljut házasságig az a kapcsolat, meg is történik a házasság, és utána a férj vagy a feleség, ugye a nem hívő fél, elmondja, hogy vagy egyre inkább nyilvánvalóbbá teszi, hogy ő nem ért egyet annak a hitével, annak a meggyőződésével, esetleg megtiltja, hogy tovább gyülekezetbe járjon, vagy hogy a hívő szülei vagy rokonai eljöjjenek hozzá. Tehát ez egy nagyon veszélyes csapda, ezért mindenki, aki egy picit gyanúsnak látja a másiknak a buzgóságát, és felmerülhet ez a kérdés, az, hogy a másik nem őszinte, az nagyon alaposan meg kell vizsgálja másik személynek, időt kell adni egy ilyen kapcsolatban. Nem szabad belerohani, nem szabad fej nélkül, gondolkodás nélkül belemerülni egy ilyen kapcsolatba. Hát, ahogy mondta Csilla is, igen, fontos az, hogy mi magunk is imádkozzunk, bízunk a Jóistenre,
Nem mondom, hogy feltétlenül valamilyen jelet kell kérni az Úrtól, mert maga az is jel, hogy szeretjük egymást, tehát megvan ottan az a közösség, ami szükséges. Viszont ha valaki úgy érzi, és ez inkább akkor működik, és ugye ez nekem előnyömre vált, mert neki olyan kapcsolata volt az Úrral, annyira mély kapcsolata, hogy mert jelet kérni az Úrtól. Amúgy én is kértem, ez az érdekes, hogy és mind a ketten a jelet pozitívan kaptuk meg, tehát azóta is tudjuk, igen, az Úr egymásnak szánt bennünket, és ez is megerősíti a kapcsolatunkat, megerősíti nem csak az egymással, hanem az Istennel való kapcsolatunkat is. Tehát nagyon óvatos kell lenni ezen a területen. Oda kell figyelni, mindegyik fiatal, nyitott szemmel járjon, hogy nehogy ez megtörténhessen, és becsapva legyen, átverje valaki, mert ez az egész kapcsolatra rányomja a bélyegét, és a hívő hiába utána igyekszik, megpróbálkozik, de mindig ott lesz az a keserű íz a szájában, hogy a másik nem azt a jellemét mutatta, ami ő valójában. Mm-hmm. Beszéljünk részletesebben erről a problémáról. Pontosabban a házasságban miben nyilvánulhat meg még az, hogy a két személy különbözik egymástól, egyik hívő, a másik pedig kevésbé hívő, vagy másfajta hívő, vagy mindenképp valamilyen nagyobb különbségről van szó a kettő között? Hát meglátszik ugye, hogy ki hogyan éli meg a hitét. Hogyha van egy bensőséges kapcsolat, akkor tudnak egymáson, egymás hite által tudnak épülni, és ugye a Jóisten elvezeti a párokat mindig a megoldásra, hogyha azt közösen meg tudják beszélni. Tehát ezért is jó, hogyha a hívő a társunk, mert akkor tanácsot tudunk tőle kérni, hogyha esetleg mi magunk nem jövünk rá dolgokra, úgyhogy egymás segítségére tudunk ebben is lenni. Ugyebár megegyezik a szemszög, megegyezik az alap, és soha nem fog egy olyan tanács jönni, ami nagyon eltérjen attól az alaptól, amihez mind a ketten ragaszkodunk. Tehát igen, itt igen. Ez nagyon fontos. Igen, tehát a közös értékek az fontosak, és már házasság előtt is lehet esetleg ezeket megbeszélni, hogy mit, hogyan szeretnénk. Például az anyagi beosztást, azt is meg lehet beszélni, hogy hogyan fogjuk majd beosztani, hogy egy jó családi otthon tudjunk közösen megteremteni, vagy jó sok mindenről beszélni, hogy a megbocsájtás, hogy fontos legyen a házasságban, mert ugye emberek vagyunk, és sokszor van, hogy egymást megbántjuk, vagy előfordulnak hibák, és akkor, hogy ezt tudjuk megbeszélni, és tudjunk megbocsájtani, mert vannak olyan személyek, akik könnyebben meg tudnak bocsájtani, de vannak, akik hosszabb ideig ezt magukkal cipelik. És az anyagi felosztáshoz pedig önmagában már az egy gond lehet, hogyha a kettőnek a hite nem egyezik meg, hogy az egyik szeretne adományozni, vagy tizedet beadni, és a másik pedig ezt egy pénzpocsékolásnak látja, hogyha nem rendelkeznek ugyanezzel a nézőponttal, szemszöggel. Igen, itt ha tényleg teljesen két külön vallású emberről beszélünk. Viszont a hitéletnek a megéléséhez nem különösebben kell két külön vallású embernek lennie. Tehát lehet két adventista, ugye? Ugyanúgy az egyik tényleg egy őszinte hívő, aki az Úr Jézussal kapcsolatot ápol, a másik viszont lehet csak azért hívő, mert ebbe született, és mert ebben nőtt fel, és igazából nincs hittapasztalata, nincs közösséggel az Istennel, csak éli az életét. Lehet bizonyos gyakorlatokat úgy tesz, mint az adventisták, valószínű még elmegy gyülekezetbe is, viszont hogy tudunk egy ilyen embernek segíteni?
Nagyon nehéz dolog. Tehát ha az egyik, még ha ugyanolyan vallású is, nem beszél arról, hogyha valamelyik, tehát valaki egy vegyes házasságban van, tehát vagy egyik fél később tért meg, keresztelkedett, meg lett adventista, a másik fél pedig nem döntött így. Tehát ez egy olyan tág fogalom, tehát annyi részletre lebontható, viszont egy a fontos, hogy ameddig tudok a másikért imádkozni, ameddig Isten előtt hordozom a másikat, addig úgy az Istennel való kapcsolatom, úgy a házastárs iránti szeretet, addig meg fog maradni. És azokkal a gyengeségekkel, azokkal a hibákkal, lehet, hogy nem tudom megváltoztatni azonnal, nem fog megváltozni. Lehet kell valakinek 5 év, 10 év, 20 év, hogy megváltozon és megtérjen. És tudnák mesélni ilyen tapasztalatokat, hiszen nagyon sok emberrel találkozunk a lelkészi szolgálat során. Hát, ismerek olyan házas párt, akik a házasság után néhány évvel a nő megtért, megkeresztelkedett, a férje nem, és a férje végig iszákos volt, és annyi problémát okozott a hívő félnek. És a hívő fél kitartott mellette, imádkozott érte, és próbálta a gyermekeit hitben nevelni. És eltelt egy jó kis időszak, egy majdnem 40 év, és a másik is elkezdett érdeklődni, tehát a hitetlen fél is elkezdett érdeklődni. Elhagyta a cigarettát, elhagyta az alkoholt, és megismerte a Jóistent, és idős korban megkeresztelkedett. Tehát, ha kitartunk, az még mindig jobb megoldás, mint elhagyni, vagy elválni azért, mert nem talál a hitünk, vagy a meggyőződésünk. Sőt, maga az Úr Jézus is ugye az evangéliumban egyértelművé teszi, hogy csak ezért nem szabad elválni, vagy elhagyni a másikat. Egyértelművé teszi, hogy a 7. parancsolat megrontása az, ami okot szolgáltathat egy házasságnak a felbontására, és ez is csak úgy, hogy igen, a sértett fél, még akkor is, ha nem él együtt tovább a férjével, vagy elvál, vagy a feleségével, de attól függetlenül meg kell bocsájtani neki, hogy hangsúlyozta Csilla is, mert meg a megbocsájtás a lényege az egésznek. Aki meg tud bocsájtani, aki tud bocsánatot kérni, ez egy isteni jellemvonás, tehát egy igazi hívő, egy igazi keresztény jellemvonás. Ezért nagyon jól meg kell fontolni, és át kell gondolni, hogy ki kivel köti össze az életét. Jobb várni, jobb türelemmel lenni, nem szabad elhamarkodni, viszont az se jó csinálni, hogy valaki annyira válogatós legyen, tehát annyira magasra teszi a mércét, mert ismerek ilyen fiatalokat is, hogy olyan elvárásai vannak egy fiúval, vagy egy lányal szembe, amilyen lehet, nincs is. Tehát nincs is, hogy... Ideált szabnak. Igen, meg. Tehát hogy mindenbe tökéletesen úgy megfeleljen. Igen, van akinek mások az erényei, vannak gyengeségei, de a gyengeségekbe tudunk fejlődni, növekedni, erősödni. Ezért jól meg kell fontolni, és nem elhamarkodni, de túlságosan magas ideált se kitűzni, mert akkor az ember csalódik és egyedül marad. És eltelnek az évek, és akkor rádöbben arra, hogy hát mások már rég férhez mentek, megnősültek, és családjuk van, gyerekük van, és én a nagy ideáljaimmal egyedül maradtam. Hát ezeket jól meg kell fontolni minden egyes fiatalnak. A válaszod elején mondtad azt, hogy nem is kell elmenjünk olyan messzire, hogy létezik olyan házasság, miszerint egy hívő, egy nem hívővel létesítik ezt a házasságot, hanem előfordul, hogy ugyanabban a hitben lévő emberek is különböznek egymástól. És itt ezzel kapcsolatosan volt egy gondolatom, miszerint, hogy léteznek a hitben is szintek, amin esetleg egyes személyek magasabb szintek,
szinten vannak, más személyek alacsonyabb szinten. Igen. De ezzel kapcsolatosan az lenne a kérdésem, hogy amikor ismerkedünk, amikor keresünk valakit, melyek azok az elemek, amelyek nem lehetnek alkutárgya a hitélet terén, amikor választunk valakit? Tehát melyek azok az elemek, amik nem alkutárgya a hitélet terén? Hát, ami nem alkutárgya, ugye, az a Szentírásnak a konkrét tanítása, tehát a kijelentése a Szentírásnak. Tehát azok az elvek, amik minden egyes kereszténynek, vagy minden egyes Istenben hívő embernek kritérium és elv kell legyen. Most az, hogy valaki a hitélet útján, igen, nem mindenki egyforma szinten van, mert van, aki olyan szinten, hogy minden évben olvassa a Bibliát, ugye? Vagy rengeteg könyvet már elolvasott. Minden istentiszteleti alkalman részt vesz. Viszont vannak olyan emberek is, akik egyértelműen még a hitéletben, mondhatnám úgy, hogy gyerekcipőben járnak. És a Biblia beszél erről, Pál apostol beszél erről, mert vannak, akik a hitéletben újszülöttek, és ők velük úgy kell bánni, mint a kisbabákkal, ugye? Nem mindenkinek egyforma a hite, tehát van szintkülönbség. Viszont ha valaki erősebb a hitben, és egy gyengébbet talál, akkor megfelelően kell, hogy vele bánjon, vagy őt táplálja, úgymond. Nem lehet egyből minden kemény eledellel teletömni, úgymond lelki kemény eledellel, mert akkor lehet, hogy megrémülés, megijedés, emiatt tönkre megy egy házasság. Meg kell találni azt az egyensúlyt, ami a másikat felemeli arra a szintre, amin a úgymond a több hittel, vagy a több hitet megélő rendelkezik. Hát valahogy így látnám ezt a helyzetet. Hát nem kell feltétlenül megijedni attól, hogy a valaki más elveket val valamilyen szemszögből. Most hozhatnák példákat is, de a bibliai elvek azok alap. Tehát az mindenképpen megvan. És azon felül persze vannak ugye olyan területek, ahol az embereknek a véleménye meg különbözik egymástól. Két kérdésem van még. Az idő nagyon gyorsan telik, a beszélgetés nagyon jó, és bár még sok kérdés van, ami megfogalmazott ott itt a papíron, bennem és fejemben is, csak ezt a két kérdést tehetem fel. Olyan 8 percünk van hátra, és azt szeretném kérdezni, hogy a vallásban vagy a hitben való kompatibilitás garantálja azt, hogy a házasságban minden téren kompatibilisek vagyunk egymással, és hogy minden szép és jó lesz? Ezt így röviden, hogyha meg tudnánk tárgyalni. És aztán majd az érdekelne, hogyha vannak-e nektek céljaitok a hit megéléséről, és hogyha tudnánk erről néhány szót megfogalmazni, hogy fontos-e, hogy legyenek céljaink? Tehát oké, hogy megéljük most, amit megélünk, de lehet-e jobb is ennél, és miért jó, hogyha van jobb is ennél? Tehát akkor először a kompatibilitást a hitben, és hogyha ez pipál mindent, kieszközöli a problémákat teljesen. Hát ugye a kompatibilitás az, hogy illünk egymáshoz, és hogy elfogadjuk egymást. Nem mindig garancia minden területen, mert ugye más kultúrából jöhettünk esetleg, vagy más neveltetést kaptunk, de ugyanakkor nagyon sokat segít a mindennapokban az, hogy közösek az elveink, közös akarattal ugye a Isten törvényét szeretnénk megélni a házasságban is, tehát fontosak ezek az elvek. Uh-huh. Tehát több mindent lefed a hitben való megélés a kompatibilitásnál, mint az, hogyha tényleg két különböző világból érkeznénk. Igen, mindenképp. Hát nem garancia, de nagy mértékben hozzájárul egy jó házassághoz. Hogyha a hitbeli különbség nem nagy. És úgy mondta Csilla, és persze hozzájárul egy csomó minden. Tehát még a vérmérsékletünk is hozzájárul, ugye? Mert
lehet valaki egy csendesebb típus, a másik egy kicsit szangvinikus, egy kicsit, tehát egy házasság egy nagyon sok mindentől függ, és a legnagyobb mértékben, tehát a legnagyobb mértékben, ha egy hívő családról beszélünk, mind a kettő hívő, mind a kettő szereti a Jóistent, akkor ez nagy mértékben lefed nagyon sok területet, mert segít az embernek elgondolkodni azokon a különbözőségeken, ahol esetleg surlódás támadhat. Bölcs Salamon azt mondja, hogy a vasat vassal, az embert emberrel formálják. Tehát főleg az első évek, a házasság első évei, azok a legkritikusabbak, hiszen akkor történik ez az összecsiszolódás, ez az összeérés. Na és ebben az időszakban nagy mértékben segíthet a hitélet, ha mind a kettő ragaszkodik a Jóistenhez. Utána meg, mit tudom én, 10 év után, 15 év házasság után, vagy mi, ahogy vagyunk, 20 év, tehát már nem is kell mondja, már nem is kell, elég egy nézés, elég egy fejbólintás, és már tudjuk, hogy a másik mire gondol, mert összecsiszolódnak a házaspárok. És a másik kérdésed, igen, kell, hogy legyenek célok, és nem is akármilyen célok. Ugye, ahogy a család növekszik, ugye férj-feleség, aztán egy gyerek, kettő, van, aki lehet még többet vállal, nekünk két lányunk van, tehát célok mindig vannak, és ott már a célok nem csak a férj-feleségre korlátozódik, hanem benne vannak a gyerekek is ebbe. És itt nem valami, csupán valami földi célokról beszélünk, hogy cseréljük ki az autót, cseréljük ki a laptopot, cseréljük ki a telefont, ugye, hanem a cél maga az, amikor már kezdnek nőni a gyerekek, akkor, hogy olyan területen tanuljanak, ami hasznos lehet számukra, nem csak anyagi szemszögből, hanem lelkileg is. Ugyanúgy a párválasztásban is, tehát cél az, hogy ők is jól válasszanak, és ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy úgy, mint házaspár, vagy mint egyének, további célokat tűzünk ki magunk elé, hogy imádkozunk értük, és tanácsoljuk őket, ugye? De hozhatnák más példákat is, célokat is, ugyanúgy, ahogy a saját gyerekeinkért imádkozunk és törődünk velük, ugyanúgy gondolunk a gyülekezetbe, a gyermekekre, a fiatalokra, és azt szeretnénk, hogy ők is. Tehát mindig vannak célok, és amikor elérsz egy célt, akkor döbbensz rá, hogy ott van az Úr mögötted, támogat, meghallgatja az imádat, és vezet minden kérdésben, de viszont látod azt is, hogy mennyi mindenért még kellene imádkozni, mennyi sok más célt is ki tudnánk tűzni, de persze eleve az időnk, az energiánk és az életünk is korlátozott bizonyos területi. Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, hiszem, hogy értékelni fogják a nézők és a hallgatók is, hiszen egy nagyon jó beszélgetés volt, és én nagyon jól éreztem magam ebben. Köszönöm, hogy itt voltatok, és azt kívánom, hogy az Úr áldja meg a házas életeteket, a hit életeteket, gyümölcsöztesse, és a gyerekeiteket is. Köszönöm, hogy itt voltatok. Mi is köszönjük a lehetőséget. Köszönjük, örvendünk, jó volt. Kár, hogy ilyen hirtelen kell félbeszakítsuk a beszélgetésünket, hiszen még rengeteg kérdés lenne ebben a témában, de talán egy másik beszélgetés alkalmával folytatni tudjuk ezt. Én köszönöm önöknek is, hogy figyelmesen hallgatták és nézték a mai adást, amelynek meghívottjai Farkas Győző és felesége Farkas Csilla, és remélem, hogy mennyei értékeket tudtunk átadni önöknek, amelyek segítség itt a Földön. Köszönöm, hogy velünk tartottak, minden jót, a viszontlátásra!